Minden megyeszékhelyre szeretné elvinni a Jobbik a katapontot az elkövetkező 10 napban. Itt Székesfehérváron is adótanácsadást tartanak, hangsúlyozta Fazakas Attila, a fehérvári Jobbik elnöke. Sokak számára kérdéses még, hogy szeptember 1-től hogyan fognak majd adózni, miből tartják el a családjukat, fogalmazott Gyöngyösi Márton pártelnök, EP képviselő. A katapontokon szakemberek várják az érdeklődőket. Az országnak minden pontjára el fogunk menni, és elsősorban ugye a vállalkozóknak a problémáinak a megismeréséről szól ez a körút. Találkozunk az emberekkel, a vállalkozókkal, megismerjük az ő problémáit, hogy parlamenti pártként be tudjuk vinni ezeket a kérdéseket az országgyűlésbe. Potocskáné Kőrösi Anita, a Jobbik elnök helyettese, a téma szakértőjeként az eddigi tapasztalatokról beszélt. Egyedi kérdésekre egyedi válaszokat adunk. Érkeztek hozzám olyan kérdések, például, hogy mennyi adót kell majd fizetni szeptember 1-től, hogyha nem maradhat benne a katába, vagy pedig általányadózás válaszak, vagy pedig a személyjövedelem adó hatálya alá tartozzak. Vigyem esetleg Ausztriába vagy Szlovákiába a vállalkozásomat. A Jobbik továbbra is fontosnak tartja, hogy adóév közben ne hajtson végre a kormány ilyen mértékű adómódosítást.